A rendszerváltozás éveitől kezdődően Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is figyelemre méltóan eredeti társadalomtudományi törekvés kibontakozásának lehetünk tanúi. Ez a politika elméletileg megalapozott, jelentés és beszédközpontú vizsgálata. A törekvés elindítója és kiteljesítője Szabó Márton, aki a legszakavatottabb képviselője a témának, a diszkurzív politikatudománynak, amely a politikai valóság új szempontú értelmezésének kísérlete. A könyv az ő munkásságának vizsgálata, az általa kidolgozott elmélet kritikai elemzése. A professzor Emeritus tanári pályáját az akkori Besenyei György tanárképző főiskolán kezdte, ahol már abban az időben szabadon gondolkodhatott. Ezt az intézményt tekinti Alma Máterének, itt tanult megtanítani. Az elmúlt évtizedekben számos hazai egyetemen oktatott, ahogyan teszi ezt jelenleg is, publikációk sorát jelentette meg. Visszaigazolása annak, amit az ember a amit én az elmúlt években, két-három évtizedbe írtam. És hát természetesen egy kicsit zavarba vagyok tőle, mert ezekben ugyan vannak kritikai megjegyzések, a tudomány már csak ilyen, de leginkább elismerő szavak. Ehhez az ember nem tud mit hozzáfűzni, örül neki. Köszöntőjében Onder Csaba rektor kiemelte, kevés példa van arra, hogy egy tudósról még életében monográfia készül. A könyvet elismert szakemberek mutatták be az érdeklődőknek. Csepeli György szerint mind a szerző, mind a szereplő teljesítménye rendkívüli. A szereplő, a főhős Szabó Márton, aki volt, akiben megújította a politika tudomány nyelvét és gondolkodását itt Magyarországon, és ez egy nagy lehetőség, hogy a könyv kapcsán szélesebb közösség figyelmét felhívjuk erre a tényleges innovatív teljesítményre, úgyhogy örülök, hogy részt vehetek. Csékis Lajos az elte egyetemi tanára úgy véli, Szabó Márton szemléletváltást hajtott végre a politika tudományban. A könyvemutató Balog László levente a debreceni egyetem docense elmondta, a szerző mozaik szerűen építkezik a monográfiában, Szabó Márton életművét egységben elemzi.